Sziasztok! Összegyűjtöttem egy pár dolgot nektek, hogy mi az, amivel mi a saját gyermekünk esetében segíthettük azt, hogy egy jó gyermek legyen. Tudom, hogy ez még változhat, és tudom azt is, hogy, hogy ez a mi gyermekünknél működött, és lehetséges, hogy egy másik gyereknél teljesen más fog működni. De azért szerintem vannak ilyen általános érvényű dolgok, amik akár a jövőre nézve, vagy bármikor, mert utólag azért nyilván már nem annyira könnyű módosítani, mintha az elejétől kezdve egy mondjuk egy hasonló, habitusú és ételekre hasonlóan nyitott ember, embergyermeket támogatunk mondjuk ezekkel a, a, a dolgokkal. Na először is nekem öm, sosem volt ez a félelmem, hogy a gyerekem nem lesz jó étvágyú. Az apukája is, meg én is nagyon jó étvágyú emberek vagyunk, hitottak vagyunk az ételekre, szeretjük az egészséges ételeket, az arra az egészségteleneket is, sajnálatos módon. Na, és akkor amiket összegyűjtöttem. Az egyik az, hogy hogy nekem nagyon fontos volt, ami a BLV öm, szabályaiban benne van, hogy nem erőltetjük a gyereket, nem játszmázzunk az étele. Ez azt jelenti, hogy én a kezdetektől fogva a kezébe adtam tulajdonképpen a kajához fűződő irányítást, és egészséges ételekkel kínáltam őt, és ő azok közül válogatott kedvére. Tulajdonképpen nem is nagyon korlátoztam, cukrot nem evett egyáltalán, gyümölcsöket evett, zöldségeket evett, ez volt az egyik dolog, hogy, hogy őrá bíztam, hogy mikor lakott jól, mikor, mennyiből, miből volt neki elegendő. Változatosan főztem, a hüvelyesektől kezdve a, a egyéves kortól lett egy teljes kiörlésűt, akkor kapott már teljes kiörlésű dolgokat is, minden mindenfélét kapott. Nagyon tetszett neki az, hogy, hogy az ételeket egyben kapta meg, tehát a BLV szabályai szerint megfelelő méretben és megfelelő állagban, mm, meg a, az ételeket. Tehát nagyon hamar ő már tudta, hogy melyik étel micsoda, milyen a répa, milyen a krumpli, milyen az alma, milyen a izé, mert ugye nem pürében találkozott velük, és érzett egy ilyen homogén ízt, hanem, hanem egyszerűen ő tehát azzal, hogy különböző érzékszerveivel együtt ismerkedett meg az étellel, nem csak úgy, hogy a szájába került az étel, hanem láthatta, Megfoghatta egészben, milyen ö, szétnyomkodhatta a kezével, ismerkedhetett vele, milyen a színe, milyen az illata külön az ételeknek. Szerintem ez nagyon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nyitott legyen az ételekre. Mindig együtt ettünk, tehát nem volt olyan, hogy ugye a pürés táplálásnál nagyon gyakori az, hogy a gyereket eteti az édesanyja vagy az édesapa, és a gyermek nem együtt eszik tulajdonképpen a családdal, hanem nagyjából megközelítőleg abban az időben, vagy az előtt, vagy az után egy kicsivel, mikor a, a szülei is ettek, mi mindig együtt ettünk, leültünk együtt az asztalhoz, és együtt kajáltunk. Ehm, aztán nálunk nagyon fontos szabály volt, hogy mindig ülve eszünk az asztalnál, tehát nem volt nálunk olyan, hogy a nappaliban a kanapén eszünk, vagy útközben rohangálva a játszótéren eszünk, hanem mindig vagy leültünk egy padra, vagy leült mondjuk az ölembe, vagy mit tudom én, és akkor vagy a babakocsiban, és akkor ott evett, tehát nálunk menet közben nem volt semmilyen szinten evés. Nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy én ezekhez a szabályokhoz tudtam magam tartani, hogy, hogy szoptatott gyermek volt ő, amikor megkezdtük a hozzátáplálást, tehát egy nagyon jól táplált, erős, energikus gyerek, aki egyáltalán nem tűnt úgy, hogy, hogy, hogy Jézusom el fog fogyni, vagy ilyesmi. Tehát egy tökéletes, testalkatú, szoptatott gyermek volt, és ez nekem nagyon nagy biztonságérzetet adott az is, hogy, hogy ő még utána is nagyon sokat szopizott. Tudtam azt, hogy az egyéves kor környéken nyilván ez sem kőbevésett, de hogy körülbelül az egyéves kor környéke az, amikor átfordul a napi kavit, kalória beviteli mennyiség a szilárd táplálékok javára az anyatejről. Vannak gyerekek természetesen, akik tök hamar rákapnak a kajálásra, és, és egyből a, a napi kalória bevitelüknek a nagy százalékát a szilárd táplálékból juttatják a testükbe, de nagyon sok gyerek van, aki körülbelül csak olyan két éves korára jut el oda, hogy tényleg túlnyomó részt ö, a szilárd táplálék lesz a, a kajája, tehát nagyon változatos ez is, de megközelítőleg egy éves kor környékén szokott ez átfordulni abba, hogy a, a szilárd táplálék a, a kalóriabeviteli forrásnak a, a, a fő forrása. És mivel az én gyermekem addig nagyon sokat szopizott, ezért ö, akár kevesebbet evett egy nap, akár többet evett egy nap, tudtam, hogy jut elég kalória, elég tápanyag, elég vitamin elég vas, és mindenféle, ami szükséges ahhoz, hogy ő, hogy ő jól legyen az anyatején keresztül. Természetesen az anyatej egy idő után már nem fogja fedezni a gyereknek a kalória mennyiségét, de tudtam azt is, hogy tök normális, hogyha egy gyerek, egy kisgyerek, akinek mondjuk éppen most kezdődött, meg nem a hozzátáplálás, tehát 6-7-8-9 hónapos, tök simán belefér, ha fogzás miatt, szeparációs szorongás miatt, vagy bármi más miatt, csak szopizik és nem eszik. Tehát ezen nem kell aggódnom. És gondolom, hogy ha a szülő elkezd azon aggódni rettenetesen, hogy a gyermeke mondjuk amúgy is vékonyabb testalkatú, nem szopizik olyan sokat, nem is iszik mondjuk elegendő folyadékot, akkor természetesen gondolom, hogy elkezd a szülő aggódni és elkezd mindent bevetni, hogy, hogy a gyerekébe jusson valami. De nálunk, nálunk eddig az aggodalomig el sem jutottunk tulajdonképpen. Úgyhogy, úgyhogy, nekünk ez, a, ez a biztonságérzet azért nagyon sokat adott abba, hogy ne görcsöljek rá, mert tudom, hogy ha rágörcsölök, akkor már az ember bevet olyan dolgokat is, amik mondjuk hosszú távon, rövid távon lehetnek eredményesek, de hosszú távon mondjuk akár az ellenkezőjét is elérhetjük azzal, amit, mint amit szeretnénk. Aztán mi. S én, mindig tudomásul vettem, hogy ha éppen valamire, amire tegnap még azt mondta, hogy imádja és csak azt akarja enni, másnapra azt mondta, hogy ezt nem szereti és nem kéri, én ezt annak fogtam fel, hogy ő egyszerűen most e éppen ezt nem kívánja és kész. Tehát nem kezdtem el vele játszmázni, hogy na ne vicceljél már, tegnap még megette, tegnap még a kedvenced volt, na ne vicceljél már. Nem csináltam ezt, hanem mindig, ami a rendelkezésünkre állt otthon, és ami nekem így a józan észkereteim belül belefért, nyilván ez is mindenkinél változó, a azt, felkínáltam neki. Tehát mondjuk 277. főételt nem főztem neki, de mondjuk volt kétféle főétel, a kétféle főétel állt két-két különböző összetevőből, én, zöldségfasírt, meg zöldborsó, és mondjuk volt még miten Leves, bableves, és akkor ő választhatott, hogy ebből mit kér, azt hogyha csak a zöldségfasírtot tettem meg, teljesen jó, ha akart hozzá, még nyers zöldséget kaphatott hozzá, és ennyi Lényeg az, hogy én soha semmit nem erőltettem, nem forszíroztam, és szerintem ez nagyon sokat adott annak, hogy, hogy, hogy ne, ne benne egy ellenállás a, az ételek iránt. Nem mondom, hogy csak emiatt lehet ellenállás, de, de, de nálunk az tuti, hogy, hogy én a gyerekemet ismerem, és tudom, hogy az erőltetéssel mindig az ellenállásba ütközöm. Míg a szelit támogatással meg pedig tudunk együtt haladni előre. Aztán mi volt még? Mm, szóval igen, soha nem kérdőjeleztem meg, hogy kér, vagy nem kér, mindig elfogadtam. Ösz, ennek ugye ab, ebbe az is bele tartozik, hogy, hogy akkor a gyerek az, ugye hát nyilván a felnőttek sem csinálják azt, hogy én most esz, éhes vagyok, eszem, és mivel tudom, hogy mondjuk nem tudom, mikor fogok legközelebb enni, ezért dupla annyit eszem, mert tudom, hogy az az étkezés kimarad. Nyilván, ha dupla annyit eszem, akkor kurva szarul leszek, fölrobban a gyomrom, kihányom a belemet, fájni fog a hasam, fölpuffadok, nem tudok megmozdulni, tehát az ember alapvetően én szerintem nem nagyon csinál ilyet, hogyha ki fog, tudja, hogy ki fog maradni mondjuk egy étkezés, akkor előre jól bezavál. És, és a gyerektől sem elvárható, tehát Először is a gyerekeknek az anyagcseréje még azért egy, egy viszonylag képlékeny folyamat, tehát mind a, 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 a cukor felhasználása a szervezetükben tök máshogy működik, még mint a felnőtteknek, tehát teljesen normális az, hogyha egy gyerek. Tehát arra gondoljunk, hogy szépen lassan a gyerek, onnantól kezdve, hogy 0-24-ben kapta a teljesen kiegyensúlyozott inzulin és cukorszintet az anyamékben, eljutunk szépen lassan oda, hogy felnőtt ember lesz belőle, aki bizonyos időközönként fog majd enni, és hosszasan akár 10 órát is kibír mondjuk étlen, akár szomjan egy éjszaka során. És ez nyilván nem úgy működik, hogy egyik napról a másikra Eljut a 0,24-esből a nap felében, nem fogyaszt semmitig, hanem szépen, lassan, fokozatosan az ő teste is ehhez alkalmazkodik. Tehát eleinte, ahhoz, hogy megfelelő legyen a gyereknek a cukorháztartása, az inzulinháztartása, az elengedhetetlen az, hogy többször egyen egy nap, mint mondjuk egy felnőtt és ez beleértve az éjszakákat is. És akkor szépen lassan ezek elkezdenek ritkulni ki, melyik gyerek milyen tempóban érik meg rá, ez nagyon változatos. Vannak gyerekek, akik, például a mi, a, a mi gyerekünk, most három és fél éves, és azt mondja, hogy ő akármennyit, nyilvánvaló, hogy számomra igen megterhelő az, amikor mondjuk hajnal kettőkor föl kell kelni, mert éhes a gyermek, ez hál' Istennek nem gyakran fordul elő, de azért elő szokott fordulni. És... és és beszélgettünk vele, mert ő egy nagyon-nagyon értelmes és hihetetlenül kommunikatív gyerek, és azt mondja, hogy ő vacsorázik, jól lakik, tele van a pocsakja, nem éhes, nem kíván több ételt, és ennek ellenére éjszaka fölébred és amikor fölébred, akkor utána elkezd korogni a gyomra, éhes lesz, és szeretne enni. És akkor próbálkoztunk azzal, hogy húzzuk, nyújtsuk az időt, hát, ha vissza tudom altatni, mit tudom micsoda, nem tudom visszaaltatni, viszont ha kajcsizik, utána tök jól alszik tovább. Tehát ez is teljesen normális, és ez nincsen minden este, néha előfordul, és hát nem mondhatjuk azt, hogy hozzászoktattuk ehhez, hiszen nyilván mindannyian azt szeretnénk, hogy átaludja az éjszakát minden egyes nap. <laughs> Na mindegy Panaszra nincsen, akkor mondom, ez most nem tudom, mondjuk olyan két hetente egy-kétszer fordul elő körülbelül, tehát azért nem mondhatnám, hogy ebbe bele kell halni. De hogy például ezeket is tökre elfogadtam, tehát soha nem kérdőjeleztem meg azt, amikor azt mondta, hogy éhes, és soha nem kérdőjeleztem meg azt, amikor azt mondta, hogy jól lakott. Ezen kívül nálunk nem, nem volt édesség egyáltalán, tehát két éves koráig mondhatni, hogy zéró, tehát maximum így benyalt egy fagyiba talán ilyen előfordult, de így zéró édesség volt. És, és, hogyha, hogyha elétettem mondjuk két, három, négy, ötféle ételt, mondjuk mit tudom én, zöld, nyers egy párat, tettem elé mondjuk reggelire még kenyeret, vagy rántottát, vagy mit tudom én, mindig úgy kalkuláltam azért, hogy ne kelljen kidobni, tehát a mi saját ételünkből adtam főleg neki, és akkor, és akkor ezekből ő megevett kedvére valamit, volt olyan, amikor mondjuk csak nyers zöldséget evett, volt, amikor csak kenyeret evett, persze azért arra, arra azért nagyon figyelek, hogy mindig kerüljön hozzá nyers zöldség. Soha nem mondtam azt, hogy jaj, egy meg, nagyon finom, tehát nem szólítottam őt fel arra, hogy egye meg az ételt, hanem mindig felajánlottam neki, és azt mondtam, hogy nézd, csak itt van paradicsom, itt van paprika, el tudod ropogtatni, ha van kedved vagy a paradicsom, vagy, vagy csak mondtam neki, hogy figyeljen arra, hogy a paradicsom leve hogy kicsorogjon a szájából, amikor beleharap a koktélparadicsomba, vagy ketté harapja, vagy, vagy ráharap. Tehát, hogy, hogy, hogy és persze mi is jó ettük ezeket az ételeket, reggel, délben és este mm, nagyjából azt gondolom, hogy főételekre egészségesen táplálkozunk, tehát teljes értékű gabonát fogyasztunk, sok nyers zöldséget, meg sok földzöldséget is eszünk, gyümölcsöket eszünk, változatosan eszünk hüvelyeseket, az mindenféle színárnyalatú lencsétől és babtól kezdve mindenfélét eszünk, szóját, tofut, fűszereket, szóval szerintem magvakat nagyon változatosan eszünk, amúgy mm, szeretném azért hozzátenni, hogy ez úgy komplet és úgy kerek, hogy mi azért a férjemmel ö, rendszeresen szoktunk édességet enni legtöbbször sutyomban. Na mindegy, szóval igen, tudom, ez rettenetes, borzasztó. És, és, akkor a... És, és egyszerűen a, a, Mert nagyon sok szülő abba beleesik, szerintem abba a hibába, de nem akarok senkit hibáztatni, tehát kérlek, hogy ne úgy értsétek, hanem úgy, hogy, hogy, hogy en, ennek lesz egy következménye, hogyha a gyermek mondjuk elutasítja az ételt, és nem akar enni, akkor, akkor sokszor ahelyett, hogy a szülő azt mondaná, hogy rendben, ha nem vagy éhes most, akkor ne egyél, és mondjuk megpróbáljuk egy 20 perc múlva, fél óra múlva, tök mindegy, vagy mondjuk közben szopizik a gyerek, az is tényleg tök jó, hanem a szülő elkezd neki adni egészségtelen ételt, amiket mondjuk szívesebben megeszik, hiszen nyilván minden ember számára az ember úgy van kitalálva, hogy az édes ízeket ö, szereti, és akkor kap mondjuk csokoládét, kap mondjuk ezt, azt, azt, ami édesség, és akkor azt, 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 hát nyilván azt fogja inkább szeretni, és azt fogja inkább kérni, és kívánni utána a gyerek. Nálunk amúgy van egy ilyen alapszabály, hogy édes ételeket, az csak 10 óraira, vagy uzsornára lehet enni, tehát se reggelire, se ebédre, se ebéd után desszertnek, se vacsorára nincsen édes étel nálunk. Ez tök jól tartható, az édes étel a mi esetünkben legtöbbször ö, valamilyen gyümölcs, vagy esetleg palacsintát szoktam csinálni, igyekszem ezeket is finomított cukor nélkül megcsinálni, ö, nem is csak igyekszem, hanem mindig úgy csinálom, de mondjuk például a karácsonyi szezonban, vagy a mikulás utáni időszakban, amikor volt otthon csokoládé, akkor volt, hogy kapott csokoládét, körülbelül egy olyan két darab 20 forintos érményi mikulás csokit kapott, volt, hogy kapott tíz óraira is, meg uzsonnára is, persze kapott mellé is, de hogy akkor, akkor előfordult, és direkt, szándékosan nem akarom azt csinálni vele, hogy, hogy a, a finom étel az csak akkor jár, ha megette a főételt. Mert ez is korrumpálás, zsarolás, stb. Én azt szeretném, hogy a gyerek akkor enne, amikor éhes, és azt enne, amit megkíván, nyilván korlátozottak a lehetőségek, de azért mégis elég színes a paletta, és soha nálunk nem volt ilyen, hogy majd akkor kaphatsz izét, hogyha majd megetted a bigyót. Tehát ilyen nálunk soha nem volt. Van az ebéd, ami leves általában is főétel, egyféle-kétféle köret, és akkor van hozzá egyféle-kétféle valami, de néha csak mondjuk egy, egy bolonyai, és ennyi. És aztán, ami még nagyon-nagyon sokat segített nekünk abban, hogy jó evő legyen, hogy rengeteget főzünk együtt. Tehát főzünk, sütünk, hámozunk, vágunk salátát, mindenfélét együtt csinálunk, és ő, amilyen hamar csak lehetett, elkezdte nagyon nagy örömmel és nagy lelkesedéssel kivenni a részét abból, hogy együtt csináljuk az ételeket. A legapróbb dolgokat is bele, belevonva. Tehát amikor picurka volt, mondjuk, és még nem tudott annyi mindenben segíteni, akkor azt csináltuk például, hogy fogtam egy nagy, edényt, megtöltöttem vízzel, úgy feléig, és meghámoztam az uborkát, a répát, nem uborkát, a krumplit, a répát, mit te, mit csinál, és akkor ott beletettem a vízbe, és ő volt az, aki megmozdatta a zöldséget. Igen, pacsát, és akkor mi van? Semmi. Szóval ilyen, ilyen apróságokkal kezdtünk, aztán utána egy nagyon életlen késsel, ami tulajdonképpen csak egy ilyen kenőkés, egy olyannal mondjuk vághatott puha sajtót, vagy, vagy ilyen puhább dolgokat vághatott, például a, nem tudom, avokádót. Szóval, hogy elkezdtem neki adni tulajdonképpen feladatokat, és ő ezt hihetetlenül élvezte, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyrészt ismerkedjen az ételekkel, beszélgettünk arról, hogy milyenek az ételek, beszélgettünk nagyon sokat így idővel, ahogy a nő is egyre idősebb lett, és egyre jobban nyitott lett így a, 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 a az emberi test működésére, hogy hogyan zajlik az emésztés, megbeszéltük, hogy, hogy ha az ember jö, helyesen és jól táplálkozik, akkor sokkal egészségesebb lesz, kevésbé lesz beteg. A kakilása is nagyon jól megy akkor az embernek, hogyha megfelelően táplálkozik, hogy a beleknek milyen jót tesz ez, milyen jót tesz az. És hogyha sok ilyet meg olyat teszik az ember, például nagyon sok cukrosat teszik, és nem tud elegendő figyelmet fordítani a fogápolási rutinra, akkor elromolhatnak könnyedén a fogai az embernek, stb. De azért persze elijeszteni sem akarom, tehát nem akarom, hogy azt érezze, hogy ha megeszik egy gumicukrot, mert mondjuk nem tud ellenállni, hát teljesen nyilvánvaló, hogy egy gyerek azért nem fog tudni ellenállni minden esetben, mindig mindennek, hiszen még felnőttként sem tudok mindig mindennek ellenállni ugye, hogy mondják, ezt mindenek ellen tudok állni, kivéve a kísértést. Na, tehát igen, azt se akarom, hogy pokoli rosszul érezze magát, hogy majd most aztán tényleg valami baj lesz a fogaival, vagy mit tudom én, de, 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 hogy, de hogy azért mégis az, arról tájékoztatom, általában úgy szoktam neki fogalmazni, hogyha nagyon gyakran, sokszor egészségtelen ételt eszünk, akkor az ember nagyobb eséllyel fog megbetegedni, meg ilyesmi, azért nem diogatom őt, és mondom neki azt is, hogy, a, hogy a, a, az emberi életnek a része az, hogy néha betegek vagyunk, és aztán meggyógyulunk, és törekszünk arra, hogy egészségesen táplálkozunk és, és egészségesen éljünk. De hát százszázalékosan azért az nem teljesíthető, és ez itt teljesen rendben van. Tehát nem a frászt akarom ráhozni, csak egyszerűen tájékoztatom őt arról, hogy, 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 hogy ez lehet rosszul csinálni, meg lehet jobban csinálni. Előfordul természetesen az, hogy látunk más gyerekeket, akiknek három nyalóka van egyszerre a szájában, e, nagyon durva, szóval igen, akkor erről beszélünk, hogy ők nem tudják, vagy nekik ez nem annyira fontos, vagy, 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 mit tudom én, ez az ő dolguk, mi nem így csináljuk, és kész. És hál' Istennek ebből azért nem szokott gond lenni, nálunk például lehet asszalványokat tenni, asszalcivát, mazsolát, datóját, cukrozatlanokat, és azt is nagyon szereti, mindenféle gyümölcsöt nagyon szeret, szóval szerencsések vagyunk, tényleg azt kell mondjam, és nagyon nyitott mindenre, tehát mindent megkóstol, szívesen örömmel. Ha például nem szerette mondjuk a pizzán a, a, a padlizsán szeletet, attól még teljesen abszolút benne van, hogy mondjuk a padlizsános bolonyaiban ami hús helyett padlizsán szoktam beletenni, hogy azt meg fogja enni. Tehát, hogy nem, nem, nincsenek így igazán így ételekkel szemben. Vannak mindig időszakok, amikor nem szeret valamilyen ételt, és én ezt tökre elfogadom. Hogy ezt éppen mondjuk nem kívánja, jó, lehet, hogy nem arról van szó, hogy utálja, vagy ilyesmi, hanem csak arról, hogy nem kívánja, de mondjuk azt mondja, hogy azt nem kéri, nem kéri, és lehet, hogy két hét múlva megkérni fogja. És hogyha meg folyamatosan erőltetném neki, akkor szerintem, szerintem elvenném a kedvét tőle. Úgyhogy nem szoktam neki semmit erőltetni, nem szoktam neki, mondom, azt se csinálni, hogy akkor edd meg ezt, mert csak akkor lesz majd izé. Direkt ezért elszeparáltan 10 óraira, illetve uzsonnára lehet tenni nálunk édességeket. Édesség, egyenlő, bármi. Most nem mondom előfordul, most már az is, hogy cukros édességet kap. Tehát, például szoktunk venni, a DM-ben van ilyen waffel, ami szerintem Magyarországon nincs is. Amúgy egy euró van benne, nyolc darab ilyen kicsi um, gofri, és lisztből van, és e, finomítatlan nátszukorból, ami nyilván kb. 1%-kal jobb, mint a feldolgozott finomított cukor, de tök mindegy. Tehát van benne cukor, például ilyet volt már, hogy kapott, de amúgy nincs semmi. nálunk, ami nagyon tiltó listás, és soha nem kerül be a háztartásunkba, az a gumicukor, a nyalóka, soha, Vatta cukrot sem soha, tehát azt biztos, hogy mi törünk nem fog kapni a gyerek. Ehm... A csokoládét sem szokott kapni szinte soha, tehát még ilyen, mit túró túrorudi, vagy, vagy kinderszelet, vagy ilyesmit, az sem soha, nincs nálunk itthon ilyen. Cukros üdítők soha nincsenek nálunk, sőt, még őszintén szóval gyümölcsleveket is nagyon-nagyon kerüljük, mert az is hihetetlenül gyors felszívódású szénhidrát, és nem a kémiát tekintve nem sokkal, nem sokkal jobb, mint a finomított cukor. Hiába természetes cukorról van szó, de de az is, és, és nincsenek benne ugye a, a, a rostok, meg meg úgy én, tehát azokat is kerüljük, úgyhogy nálunk nincsen se gyümölcslé, semmilyen cukros üdítő. Egész életében egyszerű volt egy Sprite-ot, soha nem kap semmilyen kakaót sem, tehát inni, meg aztán tutira nem fogunk semmi cukrosat, azt mi amúgy sem viszünk soha. Tehát nálunk szülőknek a, mi, gyenge pontjaink, de nem tudom, azt nem etikus így fogalmazni, mert nem a gyenge pontjaink, de nekem azért van egy ilyen enyhébe vészavarom és falás rohamokra és stresszevésre nagyon hajlamos vagyok. Tehát mi, amit eszünk, azok néha sütik, illetve fagyi, ez a kettőfajta édesség, amit mi egyébként szülők szoktunk enni, és ritkán előfordul nyáron, nyilván gyakrabban, hogy ő is fagyizik velünk, de amúgy gyakori, hogy amikor már ő lefeküdt aludni, akkor mi eszünk mondjuk egy fagyit. Tudom, ez, ez katasztrofális, borzasztó. De mindegy, szóval így ennyi nagyjából, viszonylag változatosan itthon a, a kajakészlet. Tehát van mondjuk ebédre van legalább egy olyan 10-15 féle étel, amit rendszeresen csinálok, és, és viszonylag változatosan kajálunk amúgy ö, reggelire is. Ha éppen olyan a kedvünk, hogy nincsen kedvem itt semmi extrát csinálni, akkor például a DM-ben szintén lehet venni, ami töggász, hogy Magyarországon ki drága a DM, itt a DM, az kb. így a lidl -e nagyjából egy, egy árkategóriában van, és ott minden élelmiszer bio a DM-ben. És ezért szoktam azt venni, mert körülbelül nem tudom, 5%-kal drágább mondjuk, mint a Lidlben a nem bio, és van egy csomó vegán termék, tehát e, nálunk, itt Németországban a DM-ben vásárolt kaják, azok így tök jó árkategória, és tök jó minőség, és biominősítésű, és nagyon sok a vegán, nagyon a vegán választék is van. És olyan durva, mert tudom, hogy Magyarországon meg a DM az, ami pokoli drágának minősül minden szinten, és mióta ennyire durván elszállt az euró azóta meg valami horrorisztikus. Tehát most nem is tudom, most így valamit, valamit néztem, hogy, hogy itthon nálunk, egy ilyen, ja igen, ahova ki akartam adni, hogy a zöldségkrémeket nagyon sokfélét szoktunk venni, és ezek is adalékmentesek, és szintén biominősítésű, vegán, meg mindenmentes zöldségkrémek, és nagyon-nagyon finomak, csak hőkezelve vannak, paprikakrém, kendermaggal, meg hüvelyesekből, mindenféle, szóval nagyon-nagyon jó csinálnak, ilyen zöldségkrémeket, és ez itt olyan 1 euró 15 és 2 euró között van attól függ, hogy milyen, például a pestót is nagyon-nagyon szeretjük, és tehát ilyen 1 és 2 euró között van egy körülbelül olyan három napra elegendő ilyen krém, amiben mondjuk reggelire, meg vacsorára is mondjuk azt tesszük, ilyen krém, és Magyarországon már nem tudom, ezer forint körül van ugyanaz, és hát nyilván tehát egyrészt az, hogy, hogy, hogy tehát objektívan is, számszerűen olcsóbb Németországban, mint Magyarországon, ez brutális. És emellé még hozzájön az, hogy Németországban kb. háromszor akkora az átlagkereset, ha nem négyszer, mint Magyarországon. Tehát kegyetlen. Tehát tudom, hogy kurva drága a DM embertelen most éppen az Magyarországon. Minden esetre mi onnan szoktunk nagyon gyakran vásárolni ilyen zöldségkrémeket, amiket még édeséget szokott kapni néha-néha, smoothie az is um, egy decis kivitelben van a DM-ben, írgalmatlanul nagyon nem környezetbarát, tudom, uh, a DM-be szoktunk venni, szintén biominősítésű zöldségekből és gyümölcsökből készül, néha van benne um, zapehely, és tehát viszonylag jó és, és a rostjával van benne a gyümölcs, de nyilván hőkezelt, meg hát nagyon gyors felszívódású azáltal, hogy pürésítve van, ami szintén a cukoranyag cserére van hatással. Oké, okay, nincs a legjobb hatással, de még mindig jobb talán, mint egy, egy nem tudom, kinder tejszeletet megenni, úgyhogy, úgyhogy nálunk ez szokott még így előfordulni, hogy szmuszit kap, meg van aszalvány, a szelet szintén ilyen zabos, az nem annyira rossz azért, mint a smoothie, így a gyors felszívódást tekintve. Tehát ilyesmi édességeket előfordul, hogy szokott kapni, és mondom, mindig csak uzsonnára és tíz órára. Na, úgyhogy én most mindent elmondtam nektek, hogy, hogy nálunk még azok, amik működnek, és hát tökre kíváncsi vagyok, mert mert biztosan minden eset más, és tényleg egy, egy olyan kisgyerek, akinél mondjuk az édesanyja nem szoptatja, amikor elkezdődik a hozzátáplálás, akkor azért már eleve az ember egy kicsit szerintem úgy kevésbé bízik benne a dolgokban, és, 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 és nagyon kevesen tudják azt mondjuk, hogy féléves korig, kifejezetten hat hónapos korig csak és kizárólag anyatej, illetve tápszer ajánlott a kisbabáknak, és utána érdemes megkezdeni a hozzátáplálást. Nagyon sokan vannak még védőnök is, akik azt mondják, hogy jaj, négy hónaposan már lehet kezdeni. Szóval ez, ez, tényleg, ez, tényleg, durva. Ez tényleg durva. Mi egyébként hat és fél hónapos korában kezdtük meg a hozzátáplálást a BLV szabályai szerint, blv.hu oldalon megtalálhatjátok ezeket a nagyon-nagyon szigorú feltételeket. Szóval hat és fél hónaposan, de ennyi. Ennyi. Na, úgyhogy, 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 tényleg tökre kíváncsi vagyok, hogy nálatok miként alakultak a dolgok. A múltkori alkalommal is felhívtam a figyelmeteket arra, hogy bátran írjatok a kommentet, de valamiért, és nem tudtam rájönni, miért a YouTube letiltotta a komment szekciót, úgyhogy nem lehetett kommenteket írni, nem tudom miért. Hiába próbáltam beállítani, az volt beállítva, hogy lehet kommentelni, de mégsem lehetett. Na, úgyhogy kösz mindent, és ha jó, hogy itt vagytok, és sziasztok, és mindenkinek jó étvágyú, egészségesen táplálkozó gyerekeket kívánok. Sziasztok!